20 éve létezik az iGen. Ezt az egyesek szerint sportágat, mások szerint játékot Janko Pavlis temerini testnevelés tanár szabadalmaztatta. A terve az volt, hogy olyan játékot hozzon létre, amelyben egy időben vannak pályán lányok és fiúk egyenrangú szerepben. Ez az ötlet már 2 évtizede működik, és most eljött az ideje a Nemzetközi iGen Szövetség megalapításának, amelynek székhelye Szerbiában lesz. Most teremtődtek meg a feltételek arra, hogy létrehozzuk a Nemzetközi Szövetséget. Az alapításról szóló egyezményt aláíró Szerbia, Magyarország, Románia, Szlovákia és Oroszország úgy döntött, hogy magasabb szintre emeli az együttműködést egymás között ezen a téren. Ezzel az egyezménnyel lehetőség teremtődik arra, hogy tovább fejlesszük és népszerűsítsük az iGent-et, ugyanis így formálisan is pályázhatunk különböző alapoknál a már készen álló projektjeinkkel. Sokan lenézik ezt a sportágat, amelynek nagy része más sportokon alapszik. Mégis azt mondják, aki egyszer belekóstolt, az nehezen zárkózik el tőle. Megtanulunk a másik nemmel összhangba lenni, megtanulunk odafigyelni a másikra. Ugyanúgy látom, hogy a mi fiúink, akik velünk játszanak iGent-ot, azok másképp viszonyulnak a női nemhez. Jobban megfigyelnek minket, jobban odafigyelnek ránk, kedvesebbek velünk. Barátok hittak, hogy ágyűek. Tetszett, hogy fiú meg lány együtt játszanak, és milyen gyors ez a sport. Abban a pillanatban még én focista voltam, pedig ez is megtetszett, és akkor parallelan egyet meg a másikat is játszottam. És az nem szmételt abban a pillanatban, amikor gyerek voltam, aztán már kellett dönteni, vagy focizok, vagy iGentozok, akkor inkább iGentoztam. Az iGentot röplabda pályán játsszák, ugyanazokkal az elemekkel, mint a röplabdát. A 4 tűz között játékon alapszik, a célja pedig, hogy a fiú a fiút, a lány pedig a lányt üsse ki. Tilos az ellenkező nem kiütése. A játék alapelve gyorsan gondolkodj és cselekedj, de légy gavallér. Szlovákiában már akkora a népszerűsége, hogy a tanterv szerves része.